A tamási honvéd hősök síremlékénél vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának városi megemlékezése Tamásiban. A temetőben a város és intézmények vezetői helyezték el az emlékezés virágait, majd a település művelődési házában került sor a megemlékezésre, ahol a gimisek műsorát a város polgármesterének emlékbeszéde előzte meg, amelyben hangsúlyozta, büszkén mondhatjuk, hogy a magyarság 1100 éves történelmének egyik legszebb fejezete a 48-as forradalom. Ahogy mondta, magyarok milliói hittek a szabadság eszméjében. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Írta egykoron a 200 éve született Petőfi Sándor. Ma is büszkén viseljük a kokárdát, kívülről fújjuk a nemzeti dal, legalább első verszakát. Petőfi méltán a legismertebb magyar költő. A piros, fehér, zöld ekkor lett a nemzet lobogójának színe. Nincs olyan magyar, aki Kossuth Lajost ne ismerné, és talán azt is tudja, hogy a szabadságharc vezetője volt, az utolsó olyan magyar államférfi, akiről a nép dalokat, nótákat költött. Petőfi, Vasvári és a márciusi ifjak, ahogy 56-ban a pesti srácok, őszintén megalkuvás nélkül hittek a magyarok szabadságában. Többen közülük életüket adták érte. Megalkuvás nélkül hitt a szent eszmében Batthyány Lajos miniszterelnök és azok a tábornokok, akik a szabadságharc eltiprása után Aradón akasztófán vagy kivégző osztag előtt végezték. És hittek a szabadság eszméjében magyarok milliói, akik nemzetőrként, honvédként harcoltak Isaszegnél, az erdélyi Nyergestetőn, a felvidéki Branyiszkói hágon, vagy a délvidéki Szent Tamás erődjénél. Először a magyar történelem során közös célért küzdött nemes, jobbágy, polgár. Először a magyar történelemben fontosabb volt a magyar nemzet szabadsága, mint a társadalmi helyzet, vagy a vallási hovatartozás. Nem messze tőlünk, az Ozorai vár mellett a Sió partján, a pákuszdi diadalt követő napokban nemzetőrök és spontán szerveződött népfelkelők diadalmaskodtak az országra törő ellenség felett. A március 15-i pesti forradalmunk pedig a világtörténelem egyik legbékésebb forradalma volt, hiszen egyetlen puskalövés nélkül győzött. Ez nagyrészt Petőfiék, a márciusi ifjak érdeme, az ő bátorságukat, elszántságukat, tenni akarásukat dicséri ezen fényes napnak a sikere. A béketörékeny, megtanultuk a 20. század történelméből, folytatta megemlékező beszédét a település vezető. Nap mint nap látjuk a közvetlen szomszédunkban azt, hogy a háború milyen szörnyű pusztítást okoz. Évszázadok alatt mi magyarok azt is megtanultuk, hogy soha nem dőlhetünk hátra, mert hol keletről, hol nyugatról, hol egyszerre két felől, mint 1848-49-ben, leselkednek ránk ordas eszmék, nagy ragadozók, mint a sas vagy a medve. Ez így van már több mint 1000 éve, és így is fog maradni, ameddig világ a világ. 1848 tavasza, egész Európa ünnepe is, mert egy új világ volt születőben, és bár a forradalmak elbuktak, mégis hatalmas, visszafordíthatatlan változások indultak el a kontinensen. Mi magyarok ma is bátran erőt meríthetünk, példát vehetünk Kossuth Lajostól. Legyen hű a nemzet önmagához, még mindent meg lehet menteni. Veszve csak azon nemzet lehet, mely lemondott önmagáról. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen Tamási.
Az események összefoglalása után a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium Lélekláng a tavaszban című műsorát láthatták az emlékezők. Az előadás, modern köntösbe bújtatva idézte fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot, amelyben persze a magyar nemzet kívánságai is helyet kaptak. Az ünnepi esemény koszorúzással ért véget a Kossuth téri Petőfi emléktáblánál. Szakadáton fontosnak tartják az idős klub működését, ahol lehetőség adódik a baráti beszélgetésekre. Sok idős ember, aki esetleg otthon magányosan tölteni az idejét, itt társaságra lelhet. Itt minden lehetőség megvan arra, hogy egyrészt, hogy melegedjenek, beszélgessenek, kis kézműves foglalkozáson részt vegyenek, úgyhogy nekem ez fontos. 20 éve egy német pályázat alapján alapítottuk, és nem is 23 éve 2000-ben, és én annak az átadása óta szívemen viselem ezt az idős klubot, és most is, hogy nyugdíjas lettem, én vagyok a legfiatalabb idős klub tag, tehát beléptem az idős klubba, és igyekszem úgy egy kicsit felrázni, ahogy kellene működnie. Egy klub életéhez pedig az is hozzátartozik, hogy olyan elfoglaltságot kínáljon a tagságnak, ami feltölti őket. Az pedig, ha az emberre odafigyelnek, mindenféleképpen pozitívan hat a lélekre. 27 tag van. Most helyen közzel, havi szinten egyszer jönnek össze az emberek, de hát lehetőség van itt ebédfogyasztásra is. Most van egy szűk kör, aki minden nap itt tartózkodik, és az ebédjét itt teszi meg. Most több ember, meg mi a szociális konyha, tehát a faluba kiszállítással, tehát otthon fogyasszák el a ebédjüket. A jeles napok megtartására kiemelt hangsúlyt fektetnek a klubélet alkalmával is. Nagyon készülök rá, úgy gondolom, úgy érzem, hogy mindent megteszünk, hogy jól sikerüljön, és helyen közeleg, ami ilyenkor nagy része eljön a klubtagságnak. Most a Német Nemzetisége önkormányzattal, mivel hát annak én mondjuk a vezetője, anyagilag csak így tudunk forrást, meg hát nyilván a férfi tagok dobják össze nagy részét, de hát az kevés, mivel kevesen vagyunk férfiak. Mindig valaki felkészül, aki méltatja az eseményt, hogy jelentőségét, és hát először kis ünneplés, vagy ünnepi részével, vagy hivatalos része, és utána hát lazán, így ahogy mellékelt ábra mutatja, hogy tehát mindenki felszabadul, föllazul. Ezeken az eseményeken való részvételi arány azt mutatja, hogy a helyi szépkorú generációnak van igénye erre. Voltatok itt adventkor is, tehát azt is az idős klubbal próbálom összehozni, mert ők az idősekben még benne van az a tenni akarás. Még sok fiatalban nincs. Ez a tenni akarás pedig jó példával szolgálhat a fiatalabb generáció számára. A közösségépítéshez és annak összetartásához mindenféleképpen szükségesek azok a rendezvények, amelyek olyan tartalommal bírnak, ami a hagyományok ápolására alapszik. A hölgyek köszöntése is egy olyan gesztus, ami pozitívan hat a társaságra. Az ősi hit eszme nem tévedett. A nő volt, ki először létezett. Egy régi mondás a kérdést felveti. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Örök kérdés, de szerintem itt a megoldás. Életet adni, babusgatni csak ő képes. Nevelni gyermeket, családot ellátni, néha lány mosollyal, néha szigorral, a lélek istápolásával jó útra vezetni, majd az eredményben gyönyörködni. E napsugaras tavasz hajnalán róluk menengünk, emlékezünk. A klub hölgy tagjait a rövid méltatást követően tortaszeletekkel, kedves kiszolgálással és virággal köszöntötte a férfi tagság. Ezen felül persze sokkal több lehetőséget rejt a klub élet. Szakadáti bejelentett lakcímmel kell rendelkezni, 18 évet, 18. életévét kell betöltenie. Van ugye a kérelemnek egy személyes adatokkal
ugye egy része, illetve az orvossal egy egészségi állapottal kapcsolatos lapot kell kitöltetni. Lehetőség van igénybe venni az étkeztetést, itt helyben a klubba, illetve kiszállítással is igénybe vehetik a szolgáltatást. Lehetőség van fürdésre, mosási lehetőség biztosított, gyógyszerfeliratás, gyógyszerkiváltás, szakrendelőbe juttatás, orvossal folyamatos konzultáció, bevásárlásra is igényt tartanak az idősek. Nagyon sok idős egyedülálló lakik ugye a településen, így igényt tartanak a szolgáltatásra. Hát annak örülnénk, hogyha minél több klubtag lenne. Színes programokat szervez a gondozó. Például tavaly volt rá példa, hogy Gemenci erdőbe kirándultak. A Varsádi, az intézményen belül működő másik klubbal, a Varsádi klubtagokkal együtt jeles ünnepeket megtartják. Ahogy megtartották a nőnapot is, ami igazán jó hangulatban telt a szakadáti nyugdíjas klubban. A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2022-es éve az eddigiekhez viszonyítva a második legtöbb riasztási számmal zárult. 232 eseményhez került leriasztásra a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság. Az elsődleges műveleti körzetünk ugye 20 településből áll, amelyek a Tamási járás területén helyezkednek el. Ebből a 232-ből megközelítőleg egyforma arányban volt tűzeset és műszaki mentés. Voltak ez mellett téves jelzéseink, szándékosan megtévesztő jelzés, valamint kiérkezés előtt felszámolt események is. Ugye a kollégák, mikor kimennek a helyszínre, és gyakorlatilag nem találják azt az eseményt meg, vagy nem az az esemény van a helyszínen, akkor ez egy szándékosan megtévesztő jelzés. Ez pedig büntető jogi következményeket von maga után. Az elmúlt év pedig bővelkedett olyan eseményekből, amelyeknél a tűzoltóság segítségére volt szükség. Hát hogyha a tűzoltóságnak a kezdete óta, tehát 2002. január 1-én kezdtünk működését ugye a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság, akkor jogelőtt szervezete, hogyha ezt az időszakot vizsgáljuk, akkor elmondható az, hogy ez a tavalyi év a második legtöbb eseményt hozta. Ennek az oka lehet a száraz időszak is, tehát sok volt a szabadtéri tűzesetünk, illetve elég sok közúti közlekedési balesetünk is volt. A létszámunk jelenleg három komponensből tevődik össze, főállású tűzoltók, alkalmi munkavállalók, akik szintén tűzoltók máshol, de ide még alkalmi munkavállalóként jönnek, illetve vannak önkéntesen szolgáltatót adó tűzoltóink is. Ebből a három komponensből tevődik össze a létszámunk, 8 fő főállású tűzoltóval, 5 fő alkalmi munkavállalóval, illetve 2 önkéntessel látjuk el a szolgálatot. A jelenlegi szolgálat ellátáshoz túlórákkal, de elegendőnek bizonyul ez a létszám. A 2022-es évben is igyekeztek megragadni a pályázati forrásokat. Minden évben 2018 óta Magyarország kormányának költségvetésében megjelenik 225 millió forint, mely az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési pályázatához használható fel. 60 önkormányzati tűzoltóság van Magyarországon. Pályázati rendszerben lehet ebből az összegből pályázni, ebből 3 millió 700 ezer forintot sikerült a tavalyi évben elnyernünk. Ebből tűzoltási, illetve műszaki mentési eszközöket, oktatáshoz szükséges eszközöket, illetve gépjármű javítást finanszíroztunk. A Tamási Regionális Képzési Központban, amely a laktanyának a tetőterében került kialakításra, minden hónapban a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megszervezi az önkéntes tűzoltó egyesületek, illetve az önkormányzati tűzoltóságok részére egy regionális képzést. Ezen képzésen Tolna, Somogy, Baranya, illetve Fehérvár megyei önkéntes, illetve önkormányzati tűzoltók vesznek részt elsődlegesen. Ez most már az online térnek köszönhetően kiterjesztésre került az ország több megyéjére is, tehát most már Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyéből is vettek részt ezen a képzésen kollégák online. A tavalyi évben is számos települési programon vettünk részt, voltunk óvodákban, falunapokon, egyéb települési rendezvényeken, illetve itt a szertárban is több alkalommal fogadtunk iskolás, illetve óvodás csoportokat. Elmondhatjuk azt, hogy van olyan
kollega, aki korábban egy ilyen látogatás keretében került ide a tűzoltóságra. A 2023-as év tervei közül sem maradnak el a fejlesztések. Hát az eszközfejlesztési pályázat idén is reményeink szerint kiírásra kerül. Ebben már nagyjából körvonalazottak, hogy milyen eszközöket szeretnénk megpályázni. Hát a laktanya 10 éves, ugye 2013-ban költözött ide ki a tűzoltóság, egy modern laktanyának mondható, jelenleg nincsen szükség fejlesztésre. Természetesen idén is megszervezzük a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvényt, csatlakozva az országos rendezvényprogramhoz, és ezen alkalommal várjuk az érdeklődőket. A Tamási Aranyalma Waldorf iskola növendékeinek művei színesítik ezúttal a Kindl Kupola galériát. Az emeleti részre érkezőket igazán kellemes hangulat fogadja, harmonikus színösszeállítással készült művek köszönnek vissza a falakról. Volt már waldorfos kiállítás, csak akkoriban még a tanárképzésnek a résztvevői mutatták be, hogy hogyan alkotnak a tanárok, és most pedig lehetőségünk nyílt rá, hogy a gyerekek munkáit is megmutassuk, és gyakorlatilag most az óvodától az 5. osztályunkig, ami ugye a legmagasabb osztályfokunk most az iskolába, meg lehet nézni azt, hogy honnan, hová jutnak el a gyerekek így a művészettel való nevelés kapcsán. Egy nagy egység látható így a képekben, ennek oka ugye az alapszíneknek a használata, hogy mindegyik gyerek a 3 alapszínből indul ki, illetve fokozatosan tanulják meg ezeknek a használatát, illetve bővítjük a színpalettákat, tehát hogy azonos festékekben, azonos színekből indulunk ki, hát és ki a maga személyiségének megfelelően. Én azért azt gondolom, hogy vannak harsányabbak is, csak talán így az összkép egy ilyen nagyon harmonikus képet mutat, alakítja ki a saját maga munkáját, hogy ő most egy kicsit olyan kolerikusabb, tüzesebb, vagy pedig egy kicsit olyan vizesebb, és akkor inkább ezeket a kékeket, lágyabb színeket használja. Ez eltérő azért szerintem gyerekenként. A kiállított darabok között felelhetőek a legkisebbek alkotásai is. A gondos kis kezek is azon munkálkodnak, hogy egy-egy produktumon keresztül a lehető legtöbbet mutassanak meg magukból. Tematikusan válogattam, azaz, hogyha körbe megyünk a galériába, akkor gyakorlatilag kezdődik bent a kupola hátsó részében az ovi, ahol évszakakhoz kapcsolódóan mutatnak be egy kis ízelítőt az óvodai vizuális világból, és akkor a galériának az a felépítése, hogy második osztály, harmadik és egészen az 5. osztályig ilyen tematikusan láthatók a munkák, tehát hogy gyakorlatilag látszik az a fajta ív, hogy honnan indulnak, az áramló színes foltokból az egészen konkrét megfestésekig, meg megfogalmazásokig láthatók itt a munkák. Nem téma alapján, mert a téma az nagyon sokszínű. Egyrészt mindig kapcsolódunk az epohákhoz, tehát azokhoz a tananyagokhoz, amit éppen aktuálisan tanulnak a gyerekek, illetve kapcsolódnak az évszakünnepekhez, ünnepkörökhöz, az évszakhoz magához, és rengeteg egyéb más történetet is kapnak, ami alapján akkor megfestik a képeiket. A Waldorf iskolában a festés óra kiegészül kézi munkaórával is, az itt készült alkotások is helyet kaptak a tárlatban. A hét folyamán mindenkinek van festés órája, illetve kézi munkaórája is, és ezek mindig ugyanakkor vannak, tehát szakóraként szerepelnek a tantárgy felosztásban, tehát a főoktatás után szoktuk ezeket a szakórákat tartani, és akkor van festés. A kézi munkák is tematikusan láthatók, tehát második osztály, elsőtől és 5. osztályig láthatók, tehát a kezdeti kis körmöcskéktől elkezdve az 5. osztályban az 5 üvvel készült zokniig megtalálható, és itt is epohához kapcsolódóak általában, tehát például a magyarság epohához kapcsolódóan tarsot készítettek, de most készül a 4. osztálynál a keresztszemes hímzés, tehát hogy itt is osztályfokokra vannak bontva. Az iskola örömmel fogadta a lehetőséget, hogy a diákok munkáit egy kiállítás keretében mutathatják meg a nézőközönségnek. Nem nagyon örültek, hogy így viszont láthatják, és én azt gondoltam, hogy nagy ez a galéria, és lehet, hogy mindenkinek a munkája kifér, és amikor így csoportosítani kellett, hát kevés. Tehát, hogy lehet, hogy nem mindenkinek sikerült most kiállítani a munkáját, de mivel nagyon-nagyon sok van, így biztos, hogy helyet kap más alkalommal a többiek munkája is. Tehát, hogy
nagyon szerették és nagyon élvezték, hogy szerepelhetnek most így a képeikkel. A látogatók visszajelzéseiben egy szó minden alkalommal elhangzott. Hogy milyen színes. Tehát ez egy általános visszajelzés volt, hogy milyen szép színes, és hogy megtelt ez a tér. Valóban, és igen, mind a mellett, hogy színes, harmonikus is, és nagyon szépek szerintem is. Egyébként a kiállítás amellett, hogy ugye a lehetőséget megkaptuk, nagyon jó alkalom arra is, hogy a leendő diákjaink, akik még iskolaválasztás előtt álljanak, bejöjjenek egy kicsit, és megnézzék, hogy a művészet hogyan képviselteti magát a Waldorf iskolákban. Tehát egyrészt egy jó program, másrészt meg egy kicsit lehet ismerkedni így általuk velünk is, hogy mi hogyan nevelünk a művészettel. A fiatalok kiállítása április 1-ig várja az érdeklődőket a Kinnő Kupola galériában.